Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy szív, nyitás, szerelmi jóslás. Mielőtt mutatnám azt, hogy mit mutatnak a kártyák, felhívnám a figyelmeteket arra, hogy havonta megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy bizonyos téma, amiről beszámolok. Van egy asztrológiai előrejelzés. Minden hónapban van egy havi angyal, azon kívül, akik megrendelik ezt az ingyenes hírlapot, kapnak minden hónapban egy kedvezményes jóslást asztrológiával együtt. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most ez az aktuális jóslás, a szívnyitás, szerelmi jóslás, ez egy általános kivetés. De biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek, és nem véletlen az sem, hogy te most éppen ezt a felvételt megnézed. Valami szól számodra. De megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslás, mint például ezt a szívnyitás jóslást. A díjam az minden jóslásnál 4000 forint, asztrológiával együtt 10000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt vannak a te képeid. Veled szemben az övé. Itt láthatóak a fájdalmas emlékek, vagy a múltban megbántott téged valaki, vagy jelenleg vannak olyan helyzetek, hogy ő bánt meg téged. Ez látható itt ezen a képen, a szomorúság és ez a fájdalom. De szerencsére itt megjelenik a halál. Ez nem halálesetet jelent, hanem, mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése. Ez a kártya lezárja a fájdalmas emlékeket, vagy ezt a helyzetet, ahol ő téged megbántott. Itt látható, hogy ő közeledik hozzád, mozgásba jön. A kezében ott van az aranykehely, és az jelenti az ő érzelmeit. Tehát érzelmekkel közeledik hozzád, és ezt kimondja, ezt kimutatja. Lehet, hogy rendbe akarja tenni ezt a helyzetet, ami téged múltban megbántott. Itt látható a tűz eleme, jelenti a bátorságot, a mozgást, a lelkesedéseket. Itt lesz egy új irány, lesznek új tervek, új ötletek, és ezt közösen fogjátok átélni. Itt ez a kártya jelenti azt, hogy mi köt össze benneteket, itt látható azt, hogy megbízhatsz benne. Lehet, hogy ő esküszik valamire, de a szava kimondja az igazságot. Itt ezen az oldalon láthatóak az ő kártyái. Itt a kelyhek jelentik az ő érzelmeit. Vannak negatív érzelmek és fájdalmak, vagy félelmek, bizonytalanságok, de ő elhagyja a könnyek mezeit, lezárja ezt a szomorú időszakot, sőt a tolvaj segít ebben, hiszen eltávolítja ezt a szomorúságot, lesz változás. A kezébe veszi ezt a botot, ez a bot jelenti a tűz elemét, ami itt is látható, és ez utal a bátorságra, a lelkesedésre, a testi kapcsolatra, és a mozgásra, és gyorsan fognak pörögni az események. És ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható, mint egy uralkodónő, uralkodsz a helyzet felett, vagy ő így tekint rád, és csodál téged, megbecsül téged. És
Ez volt a szerelmi jóslás, ez a szív nyitás, szerelmi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!